Üdvözöllek benneteket! Magyula ideig olyavartó ünnepségén. Nagy Őszi Tamás, 13. áosztályos tanuló vagyok. Gólyává válásotok alkalmából egy rövid műsorral szeretnénk titeket köszönteni iskolánkban. Elsőként fogadjatok szeretettel Mészáros István tanárurat és Batári Csilla, 11. B-osztályos tanulót, akik egy rövid népdal összeállítással készültek nektek. Hogy megúszszátok, mi? Most van végre! A következő pár percben egy jelentet láthattok, melyből reméljük, megfelelő tanulságot is sikerül levonnatok. Előadja Belányi Dávid és Jó Rihárd 14 PT osztályból. Engedjék meg, hogy bemutatkozzam, dr. Szabó Tibor, nyelvész professzor vagyok. A mai előadásunk témája a mai magyar nyelvhasználat. Rohanó világunkban az igényes megjelenés mellett a kifinomult beszéd, a szellemes beszédstílus is fontos tényező lehet az érvényesülésnél. Szemléltető példaként engedjék meg, hogy bemutassam Zoltán. Jó estét kívánok! Gyáköcsön! Fontos megjegyeznem, hogy az évszázadok során kialakult lingvisztika... Mi? Anyád, hogy van? Nos, gondolom, tudja, mi a hogy ne tudnám, vágom én. Jó, akkor talán kezdjük is vele. Hogyan mondja, hogy jó napot kívánok? Cseh csúnycső! És azt, hogy a csodálásra? Cseh csúnycső! És azt, hogyan mondja, hogy rendben? Síre! És azt, hogy köszönöm. Hát síre! És az a bizonyos vízimadár, ami a... Kacsa! Síre! Köcsög, dob fel!
ismerkedés. Hölgyem, volna kedve belemérni? Jó a csöcsök, kővápor! Haladjunk tovább. És például azt hogy mondja? Hogy van öreg barátom? Ezen éve nem mondtam. Mi van baromarcú? Vagy ezt hogy mondja? Edward király, angol király, léptet fakó tovább. Edward király, English király, léptet fakó köcsög! Szilágyi Erzsébet levelét megírta. Szerelmes könyvével azt is keresírta. Szilágyi Gálcsi az SMS-t megírta, a csávója a bicepszét 50-esre kigyúrta. Akkor tovább. Este van, kinyílik a lóba. Feketén bólogat az ember falomja. Buli van, mindenki beszívva, feketén bólogat az ember falomja. Nem kérem, ez nem is vinni. Na várjál csak figyelj. Partitáj, mindenki belőle. Feketén bólogat az ember falomja. Köcsön. Adjunk. Jó, rendben van. Menjünk tovább. Ég a nap melegtől, a koperszín sarja, tikkart szöcske nyájra, lekésznek hozzá. Sunshine Beach, kicsit köcsön. Jó, rendben van, menjünk tovább. Hogy áll a világirodalommal, Hamlet? Hát a Hamletból csak a kettőt láttam, tiszta 8 kell az egész. Van egy sákó, akinek megjelenik a telefonján egy OP logó, meg egy SMS, meg a patájra földobta a pacskert, mert nem szállította időre a narkót, érted? A csávó meg bevittul a mutárjára, aki kihívja a kecóra a zsarukat, de a csávónak van egy barátnő, aki csak-csak beverépázna. De aztán jönnek a zsaruk és elviszik, vagy jön egy csávó, aki kiszabadítja a gyereket. Érted? Vágod, amiről beszélek, ugye? Na figyeljél, aztán jön egy gyerek, beszivatja a zsarukat, mert az egyiket meglövi egy ilyen pillangóval, aztán meg elmennek a fadipálya mellé bizniszelni, meg tüntetni, az egyik csávó kiborul, mert verekedés közben kitörik egy fotballmeccs, de nehogy már légy fújja a kemotoxot. De hát kérem, ez nem is a hangod. Hát nem. Ne szól te. Parancsol? Ne szórakozz el köcsög velem, ne szórakozz. Mondja, mit képzel maga? Hogy engedik meg magának ilyen hangot? Maga egy műveletlen fráter. Nem. Én nem vagyok az köcsög. És mit tud Dodi Géza? Dodi Géza, na az egy igazi köcsög. Figyelj velem, ne szórakozzál, mert beparáztatok rendesen, hogy ne szórakozzál. Én egy komoly üzletember vagyok. Én élek jobban nem, tehát nézzél már magadra, hogy nézel ki, öcsém, köcsög. Na figyelj! Elmegyek, mert vár a biznisz, úgyhogy szevasztok, mert csörköcsög mindenkinek visznál. Tisztelt hallgatóság, önök Zoltán hallották, aki egy igazi neveletlen, kulturálatlan fiatalember. Felháborító. Ilyen megengedhetetlen hangon beszélni az emberrel, évtizedek munkája veszik így kárba. A szép magyar nyelv, a kultúra... Hülye köcsön! Mint minden gólyavatónak, kieteknek is fontos része az esküszök letétele. Kérem a segítőket, hogy mindenkinek osszák ki az eskü szövegét, melyet majd közösen fogtok elmondani. Köszönöm. Üdvözöllek titeket! Kérlek, mondjátok utána egyszerre az eskü szövegét, a saját nevetekkel kiegészítve. Én Juhász Gábor költözőmadár.
a bölcsöde és a nyugdíj között, abból az alkalomból, hogy több évre, eme ősi Magyulának nevezett fészek lakója leszek, ünnepélyesen megfogadom az alábbi 150 pontot. Első pont. A fészekbe lépéshez szükséges kártyácskát mindig magamnál hordom. Elhagyni csak évente 5-ször fogom. Kettes pont. Alkoholos erjesztéssel készült italt nem iszom. Madártudat módosítókkal nem élek. És vigyázok a vadászokkal is. Nehogy belőle kelljen a fészekbe jönnöm. A kijelölt füsteregető helyet elkerülöm. Hisz gólya vagyok, nem indián. Hármas pont. A fészek falaira mindenkor vigyázok. Csőrrel, tollal, lábbal nem bántom. A fészekben elhelyezett papírkurigákat rendeltetésszerűen használom. És nem a csőröm körétekre. Gólyatársaim szájából a békát nem lopom. Az etetőben rendesen kivárom a sorom. Ötös pont. Az okító 45 percek alatt csőrömbe rágót nem veszek. Fejemre sapkát nem húzok. És gólyatelefonomat sem használom. Idegen madarak énekének hallgatására. 5 és feledik pont. Szépfehér tollaim, sok színes festékkel nem csúfítom el, mert az idősebb madarak megijedhetnek tőlem. És gólyatársaim se fognak felismerni. 6-os pont. Megtanulom, hogyan kell osztálypészkemben élni. Gólya családomat békával, gilisztával. És megfelelő információval a gólya arckönyvben ellátni. 7-es pont. A poroltóval nem játszom. Gólyanaplót nem bántam. És béka helyett sem eszem kaktusz. 8-as pont. A pészek előtti térem. A gólyatársaimmal kelepelek. Béka maradékot és egyéb szemetet nem hagyok. Kultúrát magyulás madár módjára repkedek. Más madarak tollait nem tépkedem. 9-es pont. A fogadalmam végén kapom madárgyűrűzési jelet. Egész évben kitartóan hordom. Hogy a többi madár lássa, kit lehet etetéskor megelőzni. 10-es pont. A további 140 pontot, melynek felsorolására időhiány miatt nincs lehetőség, ismeretlenül is betartom. A fogadalmam megszegem, martassam a szégyen, sújtson magyulás madártársaim megvetése. És legyen belőle béka lencse.
hogy felesküdött magyulás gólyává váltatok, szeretnénk nektek átnyújtani az iskola ajándékát, melyet reményeink szerint a gólya évében minden gólya büszkén fog kabátján, táskáján viselni. Most még csak az osztályfőnökök kapják meg, tőlük fogjátok megkapni az ünnepség végén. Szeretettel Mészáros tanár úr és zenekara előadásában a Republika Együttes Ezt a Földet Választottam című számát. Közreműködnek Koronci Robert 14 PT hegedű, Batári Csilla 11 B furúja, Kató Eszter és Belovári 11 B és Belovári Hajnalka 12 SC ének és Mészáros István tanár úr gitár. Thank you.
köszönjük a figyelmeteket, reméljük magyarázs gólyaként sikerül bekapcsolódnotok az iskolánk életébe, beilleszkednek diákközösségünkbe. Sziasztok, kellemes hétvégét kívánok mindenkinek!